Ahogy ígértem, folytatódik tovább a beszélgetés, a téli időjárás veszélyeit fogjuk körbejárni. Itt van velem a stúdióban Dóka Imre, tűzoltó főhadnagy. Köszöntelek a stúdióban. Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek, illetve a nézőket is köszöntöm. Mikor legutoljára itt voltál nálunk, akkor még nem volt ennyire különleges és igazi téli időjárás, azóta viszont hát most ezt kell mondjuk, hogy 3 napja havazik. Mire kell magánemberként ilyenkor legjobban odafigyelni? Ugye mindig azt szoktunk mondani, hogy kezdjük a közlekedéssel, mindig csak olyan járművel induljunk útnak, amely jó műszaki állapotban van, téli időjárási körülményekhez fel van készítve, tehát téli gumival. Ha kell, akkor tankoljuk tele az autót, legyen meleg a hátsó csomagtartóban, és mindenképpen tájékozódjunk mind a meteorológiai szolgálat előrejelzéseiről, illetve vegyük figyelembe az útinform tájékoztatását is. A téli sportolásokra adjuk a fejünket, és ennek hódulunk ezeknek a szenvedélyeknek, akkor ugye a szánkózásnál is jó, ha van nálunk egy-két olyan dolog, amely a biztonságot elősegíti. Védőfelszerelésre kell ilyenkor gondolni, vagy meleg takaróra, fejvédőre? Mindig a kijelölt pályán maradjunk, akár a szánkózás alkalmával is, tehát ne térjünk le a pályáról. Ha tehetjük, nyilván menjünk többen, és figyeljünk egymásra, legyen nálunk takaró, váltóruha, mert ugye ez is okozhatja esetlegesen mondjuk kihűlést. Ugyanakkor a tavaink még nem fagytak be, erre azért még várni kell, és volt már jégrőlmentés az idén. Az új év első napjait úgy kezdtük, szerencsére nem embert, persze az is tragikus, ha egy állatot kell menteni. Egy bajba jutott kutyát kellett a Péceli tóról menteni, aki alatt beszakadt a jég, tehát azóta sem telt el, szerencsésen megúszta a kutya természetesen, a búvárszolgálat munkatársai mentek ki. Azok a tűzoltók, akik olyan speciális eszközökkel vannak egyébként felszerelve, hogy felfújható gumicsónak, vagy úgynevezett mentődeszka, kötél és létra segítségével búvárruhában érkeznek, ha bajba jut valaki. De akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy miért nem biztonságos, vagy mikortól mondjuk azt, hogy biztonságos egy állóvíz felület. Azzal kezdeném, és ez nagyon fontos, hogy minden esetben a tónak a tulajdonossal jelöli ki, ha mondjuk befagy egy jégfelület, a korcsolyázásra alkalmas területet. De ha Balatonról beszélünk, ott nincs tulajdonos, vagy az önkormányzat jelöli ki, a rendőrség? Így van, lehet ez egy önkormányzat, magánkézben lévő létesítmény, stb. Stb. Lényeg az, hogy a tó tulajdonosa minden esetben gondoskodik arról, ahol befagyott vízfelület van és már biztonságos. Mikor beszélünk biztonságos vízfelületről, egy 12-16 cm vastag jégnek kell lenni gyakorlatilag a vízfelületen, és a kijelölt területet megelőzi, ugye honnan tudják, hogy hány centi ez a vízfelület, befagyott vízréteg, minden esetben megelőzi egy légvágás, és ott tudják megmérni, hogy mennyire hízik a jég. Nyilván erre még várni kell, mert több nap kell, hogy mínusz 10, mínusz 8 fok körüli hőmérséklet legyen tartósan, ekkor tudja elérni ezt a vastag állapotot, hát jelenleg még ilyen nincs az országban, de ha lesz, akkor itt is szempontokat kell figyelembe venni, akár magát a légvágást, ezt körül szokták jelölni egy jól elkerített 10 cm szallaggal, amely egy piros fehér sávozást kap, tehát erre mindenképpen figyelnünk kell, illetve mire vigyázzunk, többen menjünk, és figyeljünk egymásra. Ha mégis bekövetkezne a baj, akkor eleve ott kezdjük, hogy a ruházatunk legyen kevésbé netszívó, nettaszító. Ha mégis beszakad alattunk a jég, akkor ne kezdjünk fölösleges kapálózásba, próbáljunk a jégfelületre vagy a partra akár kijutni. És ha mondjuk a jégfelületre jutottunk ki, akkor mindenképpen elterülve tegyük ezt hason fekvésbe, minél nagyobb felületen tartózkodjunk ezen a jégrétegen. Hogyha baleset korcsolyával történik, akkor elég nehéz ott a víz alatt lefűzni, és az is húzza le az embert. Akkor mit kell tegyünk? Ettől függetlenül ki tudunk jutni a jég szélére, illetve a társaink tudnak segíteni abban, amíg megérkezik a... És ha nincsenek társaink, és pánikolunk, akkor mi a helyzet? Valaki csak van. Ha egyedül vagyunk, teljesen egyedül, nyilván itt figyelembe kell venni azt is, hogy ki van-e világítva, mondjuk jók a látási körülmények, vagy sem. Mindenképpen próbáljunk meg kijutni a jégfelületre és elterülni rajta.
ha többen vagyunk és tudunk segíteni a bajba jutott társunknak, akkor mindenképpen óvatosan közelítsük meg, akár mi is hasonk úszva, ha többen vagyunk, akkor nyilván ezt láncból értendő. Egy erős sállal vagy egy bottal ki tudjuk húzni a hideg vízből. A pánik hangulatot azért kerülném, mert minél jobban kapálózik valaki a kihűlés veszélye, annál jobban nő, és ezt el kell, hogy kerüljék. Amikor a partra húzták a társukat, akkor pedig mindenképpen a 112-es segélyhívón kérjenek további segítséget, addig pedig tartsuk figyelemmel a veszélybe került társunkat. Gondolom, a ruhájától meg kell szabadítani, hogy az a víz, a hideg, az is kihűléshez vezethet, úgyhogy inkább valami tiszta és meleg dolgot próbáljunk. Igen, ha tehetjük, akkor mindenképpen olyan száraz körülmények között tartsuk addig felügyelet mellett, amíg megérkezik a segítség, a további segítség. Maradunk továbbra is odakint. Mi a helyzet azzal, aki túrázni indul, de esetleg elveszti a fonalat hamar, besötétedik a fehér, havas erdőben nem találja a kiutat. Mit kell akkor tenni? Hát ha mobiltelefonja van, és van térerő is, akkor nyilván ez adva van, hogy tud segítséget kérni, illetve azért javarészt már elterjedtek az okos készülékek, de vegyük azt a példát, mert ez ugye túl egyszerűnek tűnne, hogy most a GPS koordináták alapján valamely lakott területet, vagy civilizációt el tudja érni, tehát nem lesz egyedül. De ugyanakkor, ha nem gyakorlott túrázó, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a mohát, ha figyelembe veszi a fa oldalán, akkor az már egy égtájnak megfelelő kiút lehet, illetve itt is fontos az, hogy a turista útvonalakról akkor se térjünk le, ha már mondjuk ránk sötétedett, hanem próbáljuk meg azokat a jelzéseket követni, amelyeken elindultunk. Ugye a turista jelzések iránymutatóak A-ból B-be el tudják juttatni az embert, tehát annak a turista útvonalnak a végén biztos, hogy van valami, akár egy menedékház, akár pedig egy újabb lakott terület, vagy vissza tud érni a kiindulási céljához az illető. Illetve, hogyha ért hozzá, és láttanak a csillagok, akkor abból is el lehet erre-arra jutni. Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk kint az utcán élnek, és mi elmegyünk mellettük, nem biztos, hogy meleg takarót vagy élelmet adunk nekik, de látjuk, hogy éppen az, akit megszoktam reggel a munkában meneti séta alkalmával, hogy ott ül, látom, hogy elég rossz bőrben van. Ez igaz, amikor mondjuk hideg, havas, téli időjárás van, akkor is erre kérjük az állampolgárokat, illetve ha gyalog teszik mindezt akkor is, abban az esetben is, vagy azokban az esetekben is, hogyha bajba jutott, akár elakadt járművet lát, vagy bajba jutott embert, vagy aki maga tehetetlen, mindenképpen hívjunk segítséget, és ne menjünk el mellettük szó nélkül, legyen az közlekedő, vagy az utcán rosszul lett olyan állampolgár, akit a kihűlés veszélye fenyeget. És ugye javában fűtés szezon van aki gázzal, van aki fával, ki így úgy oldja meg az egészet. Mi van akkor, hogyha mondjuk elkezdünk hirtelen rosszul érezni magunkat, elkezdjük. Nem tudok ebből kijönni jól, tehát rosszul vagyok, valószínű szénmonoxid mérgezésre gondolok. De nekem még a tudatomban van, hogy ez lehet. De már nem jutok el a telefonig. Hangot kell adjak? Vagy mire kell egyáltalán odafigyelni, és hogyan kell ezt megelőzni, hogy ne legyenek a fűtés során ilyen problémák? Ugye a szénmonoxid mérgezésnek három oka lehet. Vagy a kémény karbantartottságának, vagy a tüzelőfűtő berendezés karbantartottságának a hiánya, vagy pedig a nem megfelelő levegő utánpótlás. A három közül, ha valamelyik fennáll, akkor fennáll a szénmonoxid mérgezés veszélye. Az általános iskolában már az égés elmélet során ugye megtanultuk azt, hogy kell a tökéletes égéshez éghető anyag, gyújtóforrás és oxigén. Ha a három közül valamelyik felborul, akkor nincs tökéletes égés. Ilyen van a tüzelőfűtő berendezések, amelyek nyílt lánggal működnek, legyen az gázüzemű vagy vegyes tüzelésű, kazánkandalló vagy egyéb fűtőeszköz. Mindenképpen arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a fokozott nyílászáróknál, illetve
azoknál az esetekben, amikor mondjuk tudják, hogy szellőzőrásnak kellene lenni, de nincsen, ezeket minden esetben biztosítsák, hiszen ha nincs megfelelő levegő utánpótlás, akkor következhet be a baj. Nagyon fontos tényező az, hogy a kazánok mellett különböző eszközök, épületgépészeti eszközök működnek, ilyen a párelszívó, motoros, mondjuk szagelszívó ventilátor, meg mondjuk a klíma berendezés, hiszen a szénmonoxid egész évben jelen van ezeknél a fűtőberendezéseknél, hiszen nyáron is használjuk például a gázüzemű vízmelegítőt melegvíz előállítására. Ha nincs megfelelő levegő utánpótlás, akkor, és ezek a készülékek pedig még működnek a lakásba, akkor egy olyan fajta vákum keletkezhet, amely a tökéletlen égés terméket visszaáramoltatja a légtérbe. Mindenképpen szénmonoxid érzékelővel megelőzhető, nem a problémát fogja megoldani, de legalább a bajba jutottam. Hogy baj van. Így van, így van. És a nagyobb tragédiák, sérülések elkerülhetők. Így már azért januárban benne vagyunk. Lehet mondani egy olyan statisztikát, ami így az ünnepek után jellemző volt a lakosságra? Tehát, hogy több volt esetleg a mérgezés, széndioxid mérgezés, mint általában szokott, mert többen tartózkodtak otthon? A szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos eseteink a tavalyi évben ugyan emelkedtek, de csökkent a sérültek száma. Sajnos a tragikus halálesetek 9 helyszínen, 10 alkalom, tehát 10 ember vesztett életét 9 helyszínen, ugyanakkor ahol ez mondjuk szénmonoxid érzékelő volt, azokban az esetekben nem következett be tragédia, és a sérülés is csak enyhébb fokú volt, vagy a mérgezés. És hogy a katasztrófavédelem minden úton módon próbálja felhívni ezeknek a figyelmet, illetve a megelőzésre is hangsúlyt fektet, de gondolom az utánpótlásra is szeretnének gondolni. Járnak iskolákba? Tartanak felvilágosító foglalkozásokat? Így van, minden olyan oktatási intézménybe, illetve akár idősek otthonába, karitatív szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot. Tehát minden olyan fórumon próbáljuk a lakosság felé eljuttatni azt, hogy mondjuk a fűtésnek milyen veszélyei lehetnek, és mi az, amit meg kell, hogy tegyenek az állampolgárok a saját, illetve a családjuk biztonsága érdekében. Ezek különböző, akár kisfilmek a katasztrófavédelem közösségi oldalán is elérhetők, illetve volt egy kampányunk is itt az év második felében, 2018 év második felében, így a televízión, a rádió készülékeken keresztül is az, hogy mi az, amit meg kell, hogy tegyenek a biztonságos tüzelőfűtőberendezések érdekében, valamint mindig hangsúlyozzuk azt, akár a fórumokon is, illetve egyéb platformokon, hogy az ingyenes kéményseprés lehetőségével éljenek, hiszen a kéményseprő nem csak a kémény állapotát nézi, hanem, ahogy mondtam, a szénmonoxid értéket is mér a egyéb háztartási berendezések együttes üzemelése során, így a magukat sokkal nagyobb biztonságba tudhatjuk, és kevésbé kockázatos annak a fűtési szezonnak az időszaka. Azért így végezetül elmondhatjuk azt a hívószámot, amin ne adj Isten baj esetén el lehet önöket érni. Ez a 112. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.